Április 4-én jó estét kívánok! Önök a Tatai Televízió tallózó című műsorát látják, amelyben összefoglaljuk az önök számára az elmúlt hét eseményeit. Az elmúlt héten kedden számoltunk be azokról a népi hagyományt őrző játékokról, amelyet még a környező községekben, svág községekben, így például Bajon is tartanak. Lakossági fórum volt Agostyánban, kerékpárút építésével kapcsolatban, illetve húsvéti játszón vehettek részt az ökoturisztikai központban, még húsvétot megelőzően mindazok a városiak, akik szerettek volna kisállatokkal, a húsvéthoz kapcsolódó, kis, kapcsolódó kisállatokkal, illetve a húsvéti szokásokkal megismerkedni. Nyílt nap volt a református óvodában. Válaszatot ad be a város a Kőfaragóház felújítására, és újjá, alakulhat, újjá alakult a megyei természetjáró szövetség is. Folyamatosan várják az érdeklődőket a Tisztiklubban a veteránmotor Motor kiállításra. Szerdán pedig soros testületi ülését tartotta a város önkormányzati képviselő testülete. Európai Uniós pályázatból épülhetne meg a Tatát és Agostyánt összekötő kerékpárút, és már 2017 nyarán elkezdődhetne az építkezés, ha Tata benyújtott pályázata nyer. A pályázat benyújtásáról holnap dönt a testület. A döntés előkészítő munkához tartozott a mai Agostyáni Lakossági Fórum is. Most két dolog között kell döntenünk, hogy egy városi hálózatot szűken, a belvárosi hálózatot erősítjük tovább, vagy folytatjuk azt, hogy a város külső pontjai elérhetőek legyenek kerékpárútról. Én ez mellett vagyok, ez mellett pártoskodok, megmondom őszintén. Az miatt is, mert Agostyán például, amelyikről most konkrétan szó van, amire tudnánk most pályázni, egy nagyon régóta eh, olyan... Gyenge köldök zsinórral van Tatához kapcsolva, amit nagyon fontos lenne erősítenünk. Az, hogy ide gyalog és kerékpára nem lehet biztonsággal kijutni, azt mindenki tudja. Ez pedig így nem helyes. Ez a városrész el van szakítva Tatától. Meg kell adnunk a módját annak, hogy tisztességgel ide tudjanak közlekedni. 4,3 km hosszú lenne ez a kerékpárút. Tatán a vasúti átkelőtől, Agostyáni vasúti átkelőtől indulna, és a falu belterületi határáig tartana. Ugye az agostyániak biztonságosan közelkedhetnének Tata irányába, a tataiak Agostyán fele, Újhegyieknek is biztonságos kerékpározási lehetőséget nyújtana. Tehát én úgy látom, hogy sokkal többen fogják használni az utat, mint a hányan most idáig kerékpároztak a a Tatagostyán közötti úton, mivel azért ez az útszakasz meglehetősen keskeny, és a kanyarok miatt nagyon veszélyes, tehát kerékpározni elég veszélyes, tapasztalatból tudom mondani ezt. Hát a pályázati költség 240 2 millió forint lenne, Ebben benne van az útépítés is, benne van a közbeszerzés is. Az önkormányzat részére nem ez lenne nagy költség, hanem meglehetősen nagy olyan területrész van, amit az önkormányzatnak ki kéne sajátítani ingatlan részek. Ez a beslések szerint 80-130 millió forint között van. Ez még nem pontos összeg, ezt nyilván pontosan föl kell mérni értékbeslés alapján. Most ezt készpénzbe az önkormányzat, hát lehetőleg minél kevesebbet szeretne fizetni. Az önkormányzatnak vannak olyan földterületei, amit föl tud ajánlani telek csereire azoknak a gazdáknak, akiknek is ajánlítanánk az ingatlanukat, és akkor így, hát a gazdákkal megegyezve, kényelmesebben tudná megépíteni ezt a kerékpárutat az önkormányzat. Igazi versenyhangulat uralkodott a tavaszi szünetet megelőző napon a bai tojásdombon. A Szent István német nemzetiségi általános iskola diákjai ízlelték meg az évszázados húsvéti falusi hagyomány, a tojásgulítás játékának ízét, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy húsvét hétfőn, alacsókodás után játszák újra és hozzák el szüleiket is. Szeretnénk, hogy a hagyományokat a gyerekek minél jobban átéljék, megéljék, ahogy ez hallható is, ezért így az utolsó tanítási napra szerveztünk egy ilyen kis tojásgurító versenyt. Ez a régi hagyomány szerint a locsolást követő délután mentek ki az erdőbe, illetve fel a hegyre a szülők, a családok, ahol a gyerekek a kis színes kifestett tojásokat gurították, és ennek hódolunk most mi is egy verseny keretében, hogy még izgalmasabb legyen ez a dolog. A gyerekeknek ez egy plusz élmény volt, hiszen délelőtt volt a locsolás, aztán azt követően a sok kapott hímes tojást vitték föl a hegyre, és amíg ott a szülők egy kicsit piknikeltek, a gyerekeknek ez egy játékforrás volt akkor még. Része az oktatásunknak a német nyelvben, illetve a hon és népismeret tantárgy keretében kimondottan a német nemzetiségi hagyományokat tanítjuk a gyermekeknek, mindig valamilyen jeles naphoz kapcsolódóan egy-egy eseményt is megünnepelve. Valamikor húsvétkor tojást gurítani a környező szőlődombokra jártak a falusiak. Ma saját dombja van a játéknak a település szélén. Ez egy többfunkciós dombocskait, ez hívjuk do bucsudomnak, szánkodomnak, most éppen tojásdom, mert ez van legközelebb ide a játszótérhez, és ide jönnek legszívesebben a gyerekek. Ma már egyetlen településről sem mondható el, hogy tisztán német ajkú lenne, hiszen nagyon sok a városi betelepülő család, a települések családias hangulata a környezet szépsége okán. A hagyományok azonban olyan erősen élnek a helyiekben, hogy közösségeik életébe legtöbbször bekapcsolódnak a beköltözött családok tagjai is. Tata közelsége itt is azért ilyen téren érződik, tehát már nem tisztán német ajkő a település, de ez nem jelent problémát, mert az ideérkező gyerekek az első osztálytól kezdve heti 5 órába tanulják a nemzetiségi német nyelvet, és így egy-két év alatt behozzák azt a lemaradást, amelyet a bai gyerekek már az óvodából hoznak az iskolába. A Kereplés azt jelenti, hogy amikor el, tehát ma délben harangoztak utoljára, elszállnak a harangok, elmennek Rómába, és a kereplé, kereplő veszi át a szerepet. Tehát benne a templomba is a csengő, nem a csengő szól, hanem van ilyen fa, fa kereplőnek mondják, de ilyen fakulampok, azzal van, mivel a szertartásom is ellak. És ezt, ezt a harangszót, a, harang a misére hívás, meg a déli harang, a háromórás a reggeli harang, esti harang, ezt a három napba a fiúk, a kereplő fiúk végzik a harangok helyett. A plébánián alszanak, hát mióta plébánia van, azóta plébánián alszanak. De még mikor nem volt plébániánk, akkor a fiúk fönn a szénapadláson, a istálokba ott aludtak. Hát ez egy külön élmény volt a gyerekeknek akkor együtt aludni, együtt szórakozni. Tehát ez, ez nekik nem munka, ez, ez, szinte várják, örülnek neki. Az a menete, hogy reggel 6-kor kezdenek, a reggeli 6 harang, akkor ha nincs mis, akkor csak délbe, holnap péntek, akkor 3 óra akkor is, és a esti mise hívásra is. Mióta hagyomány? Hát én ő tudom, én itt születtem, itt élek a mai napig, és gyerekkorom óta emlékszem rá, hogy hagyomány de háború után egy kicsit, kicsit send volt egy pár évi, utána felevenítették, és azoknak is köszönhet, akik már nincsenek köztünk, akik tartották a frontot. Tehát a hitük mellett kiálltak, amikor még egy kicsit az ürösebb világ volt, és átörökítették a fiaiknak, tehát ez apáról fiúra szállt. Baj, német népi hagyományait hülyen őrző település. És szerencsére az átörökítés eredményes. Folyamatosan kapcsolódnak be a hagyományápolásba a fiatalok is. Tehát a kerepelés menete az az, hogy nagy csütörtökön a nagy misén a harangok elszállnak Rómába, ahogy a mondás is tartja, és ilyenkor a kereplős fiatalok helyettesítik a harangokat. Tehát ezzel hívják szertartásra a híveket, illetve imádságra szólítják fel őket. A kereplős gyerekek negyediktől jöhetnek nyolcadikig, Fontos az, hogy első áldozó az legyen. Először a gyerekek a misén vesznek részt, mert javarészt szinte mindegyik minisztrál. Utána, amikor a dicsőség alatt a harangok elszállnak Rómába, a gyerekek, ami se végén kijönnek a templom elé, kerepelnek, illetve a faluba széjjel szóródnak, a mai utcában neki kerepelniük kell. Német nemzetiségi községekbe hallottam, hogy van, de itt a megyébe szerintem csak bajon. Nocsolkodni jöttem én, van-e elég piros tojás, van-e elég sütemén? Szagos üveg a kezemben, lányok, el ne vussatok, szagos víztől pirosabb lesz, fehér básony orcátok. Lakatos Attila Csaba a többi kisgyermekhez hasonlóan nagyon élvezte a városkapu által szervezett húsvéti családi napot. Szombaton már reggeltől várták a családokat, hogy együtt tudjanak készülni az ünnepre. A Tatai Városkapu Közhasszúzó érté, minden évben megszervezi a húsvéti családi nap című rendezvényünket. Eddig a Magyar Izoltán Központban volt ez a rendezvény, de úgy gondoltuk, hogy a új a turisztikai központban egy családiassabb környezetet tudunk varázsolni a vendégeinknek. Ezért már tavaly évben is kiosztuk ezt a rendezvényt, és ide évben is úgy látjuk, hogy nagy sikere van a programok itt a mutatói gyerekek családok körében. Elsősorban olyan programot állítottuk össze, ami a családok számára kedvez. Rendben nagy teremben van a folyamatos gyerekelőadásaink, Van egy játszóházunk, ami egész nap üzemel 9 2 óráig. A program ideje alatt vagy nézhetjük kisgyerekeknek Kusvéti Juszival tojás állatsivogatóval, és van egy tojás kereső pályánk is, egy ilyen kis ügyességi pályát is beledeztünk itt a kajakházba, hogy ezek a gyerekek végigmennek, akkor, akkor, akkor elképesztően nekik ajándékokkal. Egy, -egy ha valaki el tud mondani, egy kisebb egyszerű feladatot megold, akkor vádunk neki egy kis húsvéti, kedveskedők egy kis húsvéti ajándékokkal. Nagyon állista nagy sikere, úgy, úgy, látom, hogy nagyon sok érdeklődnek a gyerek közül, nagyon sok ember jött el, elfogadta a aminek mi nagyon örül. A programokat természetesen nem csak a gyermekek élvezték. Szerintem mind a kettőnknek nagy öröm. Ez egy nagyon jó ötlet a város részéről, hogy minden tavasszal, hogy húsvétkország szervezi ezt a rendezvényt. Tavaly is voltunk, és visszajöttünk, mert tavaly is nagyon jól éreztük magunkat. Volt egy előadás délelőtt, egy gyermekelőadás, azt nézték meg a gyerekek, és most feljöttünk tojás festeni. A tojásokat a gyermekőc festette, csak most próbálom neki megszárítani, hogy utána fehérrel befesthessük. A hagyományőrző játszóház mellett számos izgalmas programmal várták a családokat. Több mesejátékot is megnézhettek az érdeklődők, a gyerekek pedig nagy lelkesedéssel vettek részt a tojáskereső, illetve a locsovó versenyén is. A hajnalcsillag református óvodát családias környezet, családias hangulat jellemzi. A tágas, parkos udvar, a szépen felújított gyerekszobák biztonságot sugalnak. Az óvoda vegyes csoportokkal dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy a testvérek napközben is együtt maradhassanak. Most szüleikkel együtt kézműves foglalkozásra, játékra várták az apróságokat, az ovi lehetséges, leendő kis tagjait. Ovodánk egy négy csoportos ovoda, száz kisgyermekkel működünk, négy csoportban. szeptembertől várjuk azokat a családokat, ahol betölti a gyermek a harmadik életévét, és kötelező lesz számára az óvoda. Nem csak vallásos családokat várunk az óvodánkba, hanem azokat a szülőket is, akik ezt az értékrendet elfogadják, amivel itt mi dolgozunk, keresztény értékrendet elfogadják, és ebben a nevelésben szeretnék, hogy részesüljön gyermekük. Ugyanúgy játszanak a gyermekek, olyan foglalkozásokon vesznek részt, mint egyébként a, ez a korosztály. Az ő életkoruknak megfelelő, nagyon sokat játszanak, gyönyörű udvarunk van, nagyon sokat tartózkodunk a levegőn. Tehát ritka kivételes a mi udvarunk, mert csendes, nyugodt, nincs forgalom, hatalmas nagy fákkal, árnyékos, hogy a lehető legjobb hely a gyermekek számára. A keresztény értékprogram program szerint dolgozunk, naponta megjelenik az életünkben, reggel egy öt perces áhítattal kezdenek a gyerekek, ahol arra kell gondolni, hogy leülnek, elcsendesednek, gyertyát gyújtanak, és egy kis beszélgető kör alakul ki. Ezen kívül hetente egyszerre hitéleti foglalkozás is részt vesznek, amit nem az óvodapedagógusok tartanak, hanem óvodánk lelkésze Pap László tartja a gyerekeknek. A Köblös család három gyermeke közül az egyik kicsi már ide jár, és szeptembertől már az öccse is a csoport tagja lesz. A család számára természetes volt, hogy ezt az óvodát választják. Több szempontból is. Egyrészt a család református, másodszorban a nagylányom a őkoti iskolába jár is közel van. Illetve a családi nap közében járt az a fiam is, és akkor már adódott, hogy a református közösségből egy másik református intézménybe jöjjön. A nagyobbik is ide jár, egy csoportba fognak járni remélhetőleg, illetve nekem nagyon tetszik a, így az egész intézmény, illetve a nagyon nagy udvar, ami elsőként megfogott. Legelőször az a nagyon szép gesztanyafa ott a homokozó közepén. Az volt a legelső, ami megfogott az otthon, is ugyanúgy imádsággal kezdjük az étkezést, illetve zárjuk le, úgyhogy nekünk semmilyen plusz feladatot nem jelent. Illetve szerintem ez a gyerekeknek csak jót jelent ez a, ez a kis plusz. Hát, hogy jó kezekbe legyen a gyerkősz, hogy nyugodt szívvel hagyjuk itt, illetve hogy jól érezze magát a, a, gyermek, jó élményekkel jöjjön haza. És, és sokat legyen a levegőn nekem még, az nagyon fontos. A Megyei Természetbarát Szövetség 1949-ben alakult Pap Sándor az edzőtábor egykori igazgató helyettesének kezdeményezésére. Horváth Zoltán 1980-tól a szövetség elnöke. Ez a státusz, hogy úgy mondjam, 90 ig tartott, mégpedig azért, mert a, akkor meg a Komeremesztek a Sportszövetségek Szövetsége, és ebbe mi, mint civil szervezet természetesen beléptünk, mai napig is tagjai vagyunk, de nem voltunk önállóak. Az utóbbi modern világban pedig láthatjuk a Keresztül, az egy százalékos adon keresztül óriási jelentősége van a jogi elismertségnek, illetve a jogi kötődésnek, és úgy gondolta, 21 szakosztály, ebben benne vannak a öt tatai szakosztály is természetesen a szövetségben, hogy egy, egyöntetően kinyilvánítsa azt az akaratát, hogy legyünk önálló jogi személyiség. Ez történt meg most. A szervezet ilyen formán megújulva jogosult a személyi jövedelem adó 1%-ára, és pályázati lehetősége is bővültek. Most már kimondhatjuk azt is a modern korban, és talán ez igaz ismert és helyes is ellenőrzött pénzeket kell szerezni és elkölteni, hogy feltétele a jogi személyiség ahhoz, hogy egyáltalán pályázati támogatáshoz jusson, és a Megyei Természetbelás Szövetség úgy akarja meg alkotni ezeket a feltételeket, hogy működjenek egyrészt, másrészt pedig biztosítsuk a tagság részére a jelzett utakat, a szervezett rendezvényeket, hiszen Komárom-Esztergom megyében több mint 500 jelzett turista út van, és annak a karbantartása bizony költségbe kerül. De hál' Istennek önkéntesek is vannak a szövetségen belül, úgy a Szabadidősport Szövetségben, mint a Természetbarát Szövetségben, akik vállalják ezeknek a karbantartását. Ennek a legnagyobb haszna az, hogy mindenki bátran mehet az erdőbe, mi azt garantáljuk, ha a jelzetutat nem hagyják el, biztos, hogy nem szívettek el. A szövetség számos természetbarát program kezdeményezőjeként, illetve országos rendezvényekhez kapcsolódva népszerűsíti a természetjárást Tatán és környékén. A város pedig ismeretterjesztő munkája, valamint az ide szervezett programok kapcsán bekapcsolta az országos túraprogramok vérkeringésébe. Rendezvényeit már számon tartják az ország minden területén, és felhívásaira rengetegen túráznak, Tatáról indulva a Vértes és Gerecse túraútvonalain. Gyakorlatilag a gépállomás udvarán született, a motorgőz már az első lélegzetvételeibe benne volt, mondja magáról Kis Komáromi gyűjtő, akinek saját kezűleg felújított motorjaiból álló kiállítás még látható a tisztiklubban. Itt, ami látható, az 40 darabos gyűjtemény, ez még kiegészül otthon maradottakkal is, ami ma is megfelelő munkamennyiséget biztosít számomra. Gondolom, hogy a korombeliek ezt jobban megértik, utalva egy kicsit rá, hogy az 50-es években elég nehéz gazdasági körülmények között volt magyar motorgyártás és elsősorban erre irányult a gyűjtésem, hogy a magyar motorok, a korabeli magyar motorok feledésben nem erüljenek. Hát abból a korból ugye a Csepel és a Panónia, ami meghatározója volt a magyar motoros társadalom számára, mint használati érték és lehetőség is egyben, mert akkor külföldről nagyon nehéz volt motor beszerezni. És itt vagy megtalálható a 38 köbcentis segédmotoros, tehát biciklire szerelt segédmotoros dongó motortól a panonia P20-asig, tehát a kör így kezdődve és úgy zárult be. Hát az, hogy működik, ez egy fizikai törvény alapján, ugye az Otto megálmodta az ottó motort annak idején, és ennek a valóságos a valóságban működő dolga az mindig érdekelt engem, hogy hogyan jön létre egy forgó mozgás a semmiből, valójában nem a semmiből, az energia Hát, és ez súlycsa lett fejlesz a mai világban, de hát akkor számomra gyerekként az 50-es években ez nagyon érdekes dolog volt, és az a mai napig is minden egyes darab működőképes. Igyekeztem olyan helyzetbe hozni, meg sikerült úgy is vásárolni, hogy megóvott darabok is kerültek a gyűjteménybe. Kis László, akinek szenvedélyéből nőtt ki kenyérkereseti foglalkozása is, Komáromban motorszalont működtet, ha beleszeret egy régi darabba, nem nézi annak állapotát, hiszen bármelyiket működő képessé tudja tenni. Volt olyan darab, amelyen hosszú éveket dolgozott, de nem adta fel. Hát volt szerencsésebb eset, amit csak konzerválni kellett voltak nagyon rozsdás darabok, amelyekkel nagyon sok munka volt, apró darabokra szedve, és vannak olyan darabok is, amelyek egy kicsit rozsdásak, de patinásan rozsdásak, és nem érdemes ö, szebbé varázsolni őket, mert így mutatja a kor múlását. Nagyon kedvenc darab nincs, nekem érdekes az egész magyar motorpaletta, aztán ugye nem mehetünk el amellett, hogy annak idején Jávával, Cetkával is járhattunk, mint szocialista termék, és néhány NDK típus, ami ezt a kort jellemezte. De időközben, mivel egy motorkerékpár kereskedésnek a tulajdonosa is vagyok, ennek kapcsán a Honda is a Mániává vált, és annak is vannak itt kiállított darabjai. Kulturális központ, több turisztikai programot kínáló látványosság és tartalmasság lesz a Fazekas utcai kőfaragóházból, amelyet valamikor az Eszterházi családnál dolgozó kőfaragók laktak. Gyönyörű belső terek, körbezárt kert, emelt terasz, és mindehez olyan épített történelmi környezet, amely valóban egy újabb turisztikai attrakció lehetőségét kínálja. A város ugyanis hamarosan beadja az épület felújítására és környezete megújítására a pályázatot. Legutóbb 2011-ben tervezte a város egy konkrét projektjavaslat benyújtásával a tatai kőfaragóháznak a felújítását azóta érvényes építési engedéllyel rendelkezik a város, és a pályázati lehetőségek tükrében úgy néz ki, hogy 2016. áprilisában sikerül egy a területi operatív program pályázati felhívásra egy olyan pályázatot benyújtani a városnak, amiben a kőforagóház és környéke turisztikai megújításáról lenne szó. A Kőfaragóház, ugye itt a kell a Fazekas utca 62 szám alatt található, és ez maga az épület, egy több mint 300 négyzetméter alapterületű ingatlan, aminek tetőtere is van, tehát ezzel együtt egy jelentős területről beszélünk. Az épület rendelkezik egy nagyon hangulatos belső udvarral, illetve egy nem olyan jó állapotban lévő melléképülettel. Ebben az épületben és az, és az egész ingatlanban egy aktív ökoturisztikai látogatóközpont létrehozása a cél. Az alsó szinten olyan, olyan funkciókat lehet találni, kézműves funkciókat, esetleg <kül> sajt, üzemet, vagy ilyen kis serfőzde, bemutató helyet létrehozni, amivel a látogatók megismerkedhetnek az egykori kézműves mesterségekkel. Természetesen ez az egész kiegészülne egy irodával, egy, egy olyan fogadó térrel, ahol a turistákat lehetne fogadni. Ezen kívül az épületnek Elsősorban az emeleti részén állandó és időszaki kiállítások nyílnának meg, és ez a kiállítás ez részben tudná gondozni azokat az értékeket, amiket a Tataikuni Domokos Múzeumban őriznek jelenleg, és be lehetne őket szépen mutatni. A tervek szerint több mint 300 millió forintos lenne a beruházás, amely az épület külső és belső felújítását, felszerelését tartalmazná, és közvetlen közelségében a történelmi emlékek is megújulnának. A képviselőtestület ülésén 26 napi rendi pontot tárgyaltak meg, és egy órakor fejezték be a munkát. Első napi rendi pontként Ahogyan az lenni szokott, a rendeletek módosítására került sor. Első olvasatban tárgyalták azt a rendeletet, amely önkormányzatunk tulajdonában lévő lakások és helységekről, és azok bérletéről és a lakbérekről szóló rendelet volt. Több oka is van annak, hogy ezt a rendeletünket módosítani kell. Az egyik az, hogy a jogszabályi háttér is megváltozott. Eddig nem lehetett szociális bérlakást adni például olyannak, akinek bármikor az életében volt a nevén lakás vagy ház, lakóingatlan, ez most megváltozott, ezeket a módosításokat szeretnénk átvezetni a rendeletünkben, illetve hát azt is vizsgálnunk kell természetesen, hogy mondjuk akik határozatlan idejű bérleti jogviszonyjal rendelkeznek, mert valamikor régen így kötött még az önkormányzat velük, ők továbbra is jogszerűen vannak-e a lakásban ezeket, ezeknek a, a az ehhez szükséges jogszabályi háttereket kell megteremtenünk, hogy ezeket vizsgálhassuk, nézhessük, ellenőrizhessük, és a lehető leghatékonyabban és ténylegesen a legrászorultabbaknak tudjon az önkormányzat szociális bérlakást juttatni a jövőben is. A következő rendelet, amelyet módosítottak, az az utca nevek, illetve a közterületek elnevezéséről szóló rendelet volt. Itt egy olyan igény merült föl, hogy jó lenne, hogyha például a magánutak esetében is lenne lehetőség arra, hogy elnevezzük az utat, az utcát. Erre most a módosítás következtében már majd nyílik lehetőség. Tegnap éppen Agostyánban vetődött fel ezzel kapcsolatban kérdés. Tehát vannak ilyen helyszínek, ahol több ingatlant érint esetleg egy magánút és szeretnék, hogy annak is legyen rendes neve. Illetve a házszámozás rendjére és a közterület elnevezés rendjére vonatkozó további finomításokat tettünk a rendeletben. A képviselőtestület módosította a háztartási szennyvízbegyűjtésről szóló rendeletét is. Néhány forinttal a költségét emeltük meg ennek a tevékenységnek. Városgazda KFT-nk végzi a szennyvíz begyűjtését. Ennek a költsége ezzel a módosítással is alatta van a 2013 előtti ár 90%-ának, tehát a csökkentés minden kötelező feladatának vagy fele, részletének megfelel a mostani módosításunk. Módosult az építészeti és város szerkezeti értékei helyvédelméről szóló rendeletünk is? Itt is jogszabályi átvezetéseket tettünk ebben a rendeletünkben, és meghatároztuk például azt, hogy a jövőben az önkormányzat által fölállítandó, vagy akár magánszemélyek által állítandó köztéri alkotások, útszéli kereszt, köztéri alkotás szobor felállításához a tervtanácsnak a véleményét ki fogjuk a jövőben kérni. Az ötödik rendelet, amelyet módosítottak, a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályozásáról szólt. Ezt minden évben újra tárgyaljuk, ezt a rendeletünket. Ez a rendelet tartalmazza az étkezés és a gondozási díjnak az összegét. Most a bölcsödei és óvodai gyermekétkeztetés költségtérítését 5 forinttal emeltük meg, ez 1,3%-os emelést jelent illetve kerekítettük tulajdonképpen, illetve a gondozási díjat a bölcsőde esetében változatlanul hagytuk, mint ahogy az iskolai, általános iskolai közétkeztetésnek a költségtérítését is. Az önkormányzat gazdasági társasága is napi rendi pontra kerültek, így többek között a Fényes Fürdő, Kft. a Távfőszolgáltató Kft. de a Városkapu Közhasznú Zrt. is. A Városkapu és a Fényes KFT összevonásának a folyamata elindult egy korábbi döntésünknek a következtében. A város vezetése, képviselőtestület úgy döntött, hogy két meghatározó cége legyen a jövőben a városnak. Nem akarjuk ennyire elaprózni a cégeinket, ezért a Fényes KFT-t beolvasztjuk a Városkapu közhasznú értékbe, és mint egy új tevékenység jelenik meg a városkapu életében a strandszolgáltatás is ilyen értelemben, és a fürdő szolgáltatás. A fényes Kft. és a városkapu összevonásából eredő jogi döntéseket, feladatokat kellett elvégeznünk, mind jogi, mind pénzügyi oldalon. A távfőszolgáltató Kft.-nket hosszú távon nem kívánjuk föntartani, ezért azt egyelőre nem olvasztjuk be sehova ott egy sima átvezetésről kellett most döntenünk. A további feladatunk az, hogy ez a két nagy cége a városnak, a városgazda, ami a város üzemeltetésével foglalkozik, a város kapu pedig a városi szolgáltatásokkal, elsősorban humán jellegű szolgáltatásokkal, turisztika, kultúra területén. Ezeket, ezt a két cégünket erősítsük és működtessük a jövőben. A nap leghosszabb napi rendi pontját az Ötvös József Gimnázium és kollégium 2016. évi pénzügyi tervéről szól előterjesztés hozta. Az önkormányzat áttételesen tulajdonképpen a fenntartója az Ötvös Gimnáziumnak, nem csak működtetője, mint az általános iskoláinknak üzemeltetője, ahol a, a praktikus dolgokat végezzük el, hanem itt az egész intézménynek, a fenntartása, az összes odatartozó tevékenység is a mi felelősségi körünkbe tartozik. Oly módon, hogy a Városkapu ZRT tényszerűen a fenntartó, a Városkapu ZRT-nek pedig a tulajdonosa egy személyben az önkormányzat, tehát ilyen értelme van közünk ahhoz, hogy mi történik a Tatai Ötvös Gimnáziumban. Az Ötvös Gimnázium 8 esztendeje az állam a kötött szerződés következtében működik így, ami azt jelenti, hogy egy magasabb biztonsággal működő intézmény, mint mondjuk egy klikkes intézmény, mondhatjuk ezt rá jelen állapotban, mert hogy ennek a minisztériummal kötött szerződésnek a következtében kapja a rendszeres anyagi támogatását. Erről számolt be az igazgató, hogy az idei évre hogy tervezik ennek az elköltését. A hosszabb beszélgetést az indokolta, hogy olyan kérdések vetődtek föl, hogy például az elmúlt nyolc esztendő a jelenlegi igazgatónak a hat éves működése milyen változásokat, milyen pozitív változásokat hozott a gimnázium életében, fejlődötte a gimnázium ez alatt az idő alatt, és hát azt kellett megállapítani, hogy a nagyon észrevehető fejlődés nem történt a gimnáziumban e tekintetben. A létszáma valamelyes csökkent, ami én egy üdvözlendő dolognak tartom. Úgy gondolom, hogy helyes irány az, hogyha a gimnáziumi létszám csökken, és inkább a szakképzésbe igyekszünk a jó tanulókat is terelni. Ennek természetesen egy hosszú folyamata van, és ezt elsősorban a szülőknek, kell megérteni, de ehhez az iskoláinknak is fel kell nőni. Az ötös gimnáziumnak pedig az én elképzelésem szerint egy, egy elit gimnáziumnak kell lennie, amelyik csak arra jön létre és azért működik, hogy onnan a lehető legtehetségesebb gyerekeket fölvéve a lehető legjobb egyetemekre juthassanak be a tatai gyerekek, és ilyen módon szolgálják, aztán a, a várost és a, a környéket, az országot, tehát ehhez kell mindent megtenni a gimnáziumnak, és én azt gondolom, az a, az a cél, amit mint tulajdonos és mint fenntartó kitűzünk, hogy a gimnázium az első 50 legjobb magyarországi gimnáziumban legyen, ez nem egy lehetetlen kérés, erre kértem igazgatóasszonyt a mai ülésen, hogy ehhez tegyenek meg mindent a gimnázium oktatói kara, a tantestülete, hogy ezt a színvonalat, ezt a célt a Tata Jöthös József gimnázium elérhesse a jövőben. Pályázattal kapcsolatosan egy előterjesztést tárgyaltak, de itt két téma volt egy előterjesztésen belül az egyik az az ökuturisztikai központ látogató központtá való rehabilitációja és működtetése, a másik pedig egy fenntartható települési közlekedési fejlesztési elképzelés volt. Két olyan új pályázati lehetőség nyílt meg, amelyre mindenképp a város szeretne jelentkezni. A megye által gondozott és a megye által kiírt pályázati körben, ami a területfejlesztési operatív programot jelenti, rövid nevén ugye TOP, ez, ez most az a kis mozaik szó, amit meg kell tanulnunk. Ebből a TOP-ból szeretne a város több milliárd forintot elhozni. Én azt gondolom, hogy létszámarányosan indokolt is ez az igyekezetünk, másrészt pedig sok olyan javaslatunk, projektötletünk van, és projektünk van, amelyre azt reméljük, hogy valóban jól tudunk pályázni. Most kettő ilyen szerepel előttünk. Az egyik a képviselőtestület döntésének következtében a Tata és Agostyán kerékpárút megépítése, ami egy belterületi kerékpárútként jelenik meg nekünk, hiszen a két városrészt kívánjuk összekötni. Az Agostyáni sorompótól induló kerékpárút Agostyán közepéig futna, de tervünk az, hogy ezt a kerékpárutat megépítésével azonos időben kiterjesztjük a Vaszari iskoláig, hogy az új hegyi és az agostyáni gyerekek biztonsággal tudjanak kerékpáron is a Vaszari iskolába eljutni, illetve a városközpontba mindenki, aki arról a részről indul, de ez kifelé ugyanígy igaz. Akár az ökofaluba, akár az arborétumba egy biztonságosabb úton lehetne eljutni. Erre fogunk pályázni. A másik pedig a Kávária domb mellett található, Fazekas, utca, Fazekas utcában található kőfaragóháznak, a hozzá kapcsolódó Felnária kap kilátónak, a Valamikai Sörét toronynak a hozzákapcsolódó Kálvária Dombi szoborcsoportnak, a, Kál a Golgota szoborcsoportnak a felújítását tervezzük, egy másik, egy turisztikai jellegű, de szintén topos pályázatból. Ezekre bólintott most a képviselőtestület, hogy ezeket a pályázatokat készítsük elő és adjuk be. Négy napi rendi pontban tárgyaltak településrendezéshez kapcsolódó előterjesztést, itt előkerült a Kakas utca, a Déli Ipari Park, a Kisernő utca, de Móricz Zsigmond körtér is. Ezeken a területeken van, ahol csak bizonyos kis kiigazítást kell tennünk, akár a telek kijelölése kapcsán, építési telekké való alakítása kapcsán. Ezekről a képviselőtestület ilyen jellegű döntéseket a minden rendes ülésén többet is hoz. Most ezzel újra segíteni szerettük volna ezeket a vállalkozásokat, illetve fejlesztéseket. Egynél volt, ahol nemleges döntést hozott a testület, ott majd egy következő lépésben tovább gondoljuk a lehetőségeket. Négy napi rendi pontot tárgyaltak vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó erőterjesztések sorába. Itt az új hegyi ötös dűlőben található lőtér használatáról, Adi Endre 19-ről, a Vikom Kft. kéréséről és a, a mezőri szolgálattal kapcsolatos döntés szerepelt. Az Endre, Endre út 19 épületet az önkormányzat eladásra kínálja. Ez a mozi mellett található épület. Korábban is pályáztattuk már, akkor eredménytelen lett a pályázat. Most újra kiírtuk a pályázatot. 41 millió forintos induló árról lehet pályázatot benyújtani. Azt reméljük, hogy most a meginduló, akár a csokos pályázatot következtében lesznek jelentkezők ebben az épületben, akár több lakást is ki lehet alakítani, tehát érdemes a vállalkozóknak is, de a magánszemélyeknek is megnézni, hogy van-e keresni valójuk ezen az ingatlanon. A további döntéseink sorában pedig ezek a részben vagyonhasznosítási döntés a Galambász Egyesületnek adtuk bérbe a lőtéren lévő épületet az Újhegyben, illetve további döntésekkel szeretnénk ezt a kört segíteni. Humán szolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések következtek, itt napi rendi pontra került a junior alapítványjal kötött közoktatási megállapodás felülvizsgálata, miként a vízzenevirág fesztivál a kötendő szerződés is, de tájékoztató hangzott el a felsőoktatásban tanulók, valamint a kisgyermekes édesanyák utazási kedvezményeire vonatkozó lehetőségekről is, és az ötös számú fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatosan is döntés született. Ez utóbbiról nemlegesen kellett döntenünk, egy olyan doktornő adta be a kérelmét, hogy értsünk egyet a praxis megvásárlásával. Gárdai doktornő praxisáról van szó, aki nem rendelkezik semmilyen felszereléssel, már mint a doktornő, aki szerette volna megvásárolni. Nem tudjuk helyette mi megvásárolni a felszerelést, mi helységet tudunk biztosítani, ezt adjuk is, de felszerelés hiány nem tudunk szerződést kötni ezzel a doktornővel. A Juniorka alapítványjal az önkormányzatnak 10 éve van együttműködési szerződése. Ez alatt a tíz év alatt az bizonyosodott be, hogy egy jó Konstrukció volt ez. Az önkormányzat támogatást nyújt az alapítvány óvoda számára, ők pedig az állami normatíva kiegészítéseként tőlünk kapott támogatással fön tudják tartani, kiválóan működtetik az alapítvány ezt az óvodát és bölcsödét. Ezt a szerződést a jövőben is meghosszabbítjuk és föntartjuk. Egyéb napi rendi pontoknál az önkormányzati hivatal szervezeti felépítése és létszáma volt a kérdés valamint a tetej-kis Kistérségi Több Célú Társulás megállapodásának módosítása. Hivatal létszámát folyamatosan mindig az éppen aktuális szükséglethez igazítjuk. Így az előző napi rendek között, ahogy a főszerkesztő úr is említette, mezőri szolgálatról is volt szó. Szeretnénk bevezetni a városban a mezőri szolgálatot. Úgy gondoljuk, hogy nagy szükség van a köztelet felügyeletünk megerősítésére vagy kiegészítésére. És a külterületeken, a város szélén Lévő területek ellenőrzését és felügyeletét mezőrökre kívánjuk bízni. Ez mellett pedig a hivatalban is erősítjük tovább a közterület felügyelet létszámát, egy fővel megkívánjuk ezt emelni. Két főt kívánunk a városfejlesztési irodába fölvenni. Ide most energetikus mérnököt keresünk, illetve a utaink fenntartásával kapcsolatos szakemberrel fogunk pályázatot kiírni, és három olyan álláshelyet kértem még a testülettől a hivatal számára, amelyik álláshelyeket pedig egy-egy projekthez kapcsolódóan töltjük majd csak be. Tehát például, ha elnyerjük a, akár a Kőfaragóház, akár a Zagostyáni kerékpárút pályázatot, akkor az ehhez kapcsolódó administratív, pénzügyi, szakmai munka számára alkalmazni tudunk a projekt költségére valakit, addig, amíg az a program, az a projekt tart. Közterült elnevezéséről is döntöttek, és ezt követően pedig a beszámoló hangzott el, amely a lejárt határidei képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szólt. A Közterület elnevezésről egy mondatot hadd mondjak. Valasek Ferenc valamikori az Eszterházi család főhalászának a nevét adtuk a Csever utca mögött lévő kicsi utca elnevezéséül. A kocsi út ö, ö, további pontosításra került, itt mindenkit személy szerint fogunk értesíteni ezekről a változásokról természetesen, és szeretném is kérni és megint megköszönni az együttműködését és megértését a tataiaknak. Szükség van arra, hogy pontosítsuk, precízebbé tegyük a városunkban a közterületek elnevezését és a hozzá kapcsolódó házszámozás rendjét. Két ülés közötti témák között volt egy olyan, amit mindenképp szeretnék itt kiemelni és bejelenteni a tataiaknak. Tatai Öthös József gimnázium sportcsarnokát, a város tulajdonában lévő sportcsarnokot Ádám Sándor egykori testnevelő tanárról kívánjuk elnevezni. Maráz László tanárúr, Ádám Sándor korábbi munkatársa és utódja, Fordult hozzánk azzal a kérelemmel, javaslattal, hogy helyezzünk el emléktáblát Ádám Sándor emlékére ebben a, ezen a sportcsarnokon, és nevezzük el róla a gimnázium sportcsarnokát. Képviselő testület egyhangú igennel szavazta meg ezt a nagyszerű ötletet, és egy szép, méltó alkalmat találva, egy szép ünnepség keretében átkereszteljük az ötvös csarnokot Ádám Sándor csarnokká. A képviselőtestület egy órakor fejezte be munkáját. Közgyűlését tartotta a Komárom Esztergom megyei ügyvédi kamara, amelynek vendége volt az országos szervezet elnöke dr. Bánáti János is. A pályázatokból, mint már említettük, a 225 éves kőfaragóház megújulhat. Most ezt vette tervbe az önkormányzat, a Városkapu Zrt. Pedig, hogyha elkészül a kőfaragóház, a mellette a körülötte lévő műemlékekkel egy komplett turisztikai attrakciócsomagot, termékcsomagot szeretne kínálni a tataiaknak és a turistáknak egyaránt. A Kőfaragóház felújítása újabb lehetőséget adna a városnak arra, hogy további programokkal csábítsa ide a turistákat és természetesen tartalmas szórakozást kínáljon a tataiaknak is. Egy épület felújítása és múzeummá való berendezése azonban ma már nem vonzó program a látogatók számára. A tapasztalat szerint programcsomagokat kínálni, sokszínű lehetőségekkel ebben van a siker. Sikerül megnyerni ezt a pályázatot, ugye most a projekt előkészítés szakaszában vagyunk, aminek ez az elsődleges célja, és ennek keretében határozzuk meg azt, hogy mi lesz ott a, az a funkció, aminek a keretében valóban éleszkedik a turisztikai kínálatban, amit tatán létezik. Amellett nagyon fontos, hogy lakosság felé is olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani, ami egyrészt ezt a turisztikai függőséget megszünteti, másrészt pedig tényleg olyan valós céloknak tud eleget tenni, amivel majd a tataiak jobban érzik magukat. Uh, ami hiányosság Tatán véleményem szerint felfedezhető volt, az az a produktum, az a termék, ami egyébként Tatára jellemző, így ez a kőfaragóház, amit egy interaktív látogatóközpontként, uh, gasztro-turisztikai attrakcióként, rendezvényházként szeretnénk működtetni. Vélhetően egyrészt uh, mutat is valamit majd, ugyanis a kézműves mesterségeket szeretnénk majd bemutatni, úgyhogy abba is be tudjanak kapcsolódni, és a kézműves mesterségeknek van terméke. Tehát létre is tudunk hozni olyan dolgokat, ami tovább segít egyébként a fenntartását, ugyanakkor valamilyen emblematikus ö, dologgal fogja Tatát szimbolizálni azt a tevékenységet, amit itt korábban végeztek, meg amit most ennek a lehetőségnek a létrejöttével végezni fognak. Az egész házat renoválni fogják, ezzel megőrzünk egy jelentős műemléket, emellett pedig ö, lehetőség Beteni betenni azokat a uh, funkciókat, ami egyébként térigényes, raktározás igényes, tehát a, a, a pincétől a padlásig ki fogjuk használni a külfaragó a reményeink szerint, hiszen a pályázatot meg kell nyerni a Kálvária dombon is szeretnénk, hogyha történnének változások, tehát az egész környezet, sőt úgy gondoljuk, hogy ennek be kell kapcsolódnia a, abba a láncolatba, ami egyébként az Öregtó partjától a Kastélytéren át, a Kossuth téren át végül is reméljük, hogy körbe fogja ölelni teljes tatát. A tervek szerint a kőfaragó házban emlékhelyet kapnának kiállítás és interaktív programok formájában is. A tatán volt kézműves mesterségek, mint például a fazekasság. A helytörténet fontos bázisává válhat, nem csupán a turisták, hanem a tataiak szolgálatában is. Az elnökség mandátumának fél idejében tartotta közgyűlését ma a megyei ügyvédkamara. Az elnök értékelése szerint a kitűzött feladatok időarányosan teljesültek, a kamara gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott. Lassan lejár a székház megvásárlásához felvett hitel is. Nagyon nyomott minket ennek a szép székháznak a megvétele, és hát mi is sajnos a devizások közé tartoztunk. Ez tagságunkra elég nagy terhet rót ez az év meghozza a felszabadulás lehetőségét ebben az értelemben is. Kicsit rányomta az elmúlt két évre a Budapesti Ügyvédi Kamara választása körüli hercehurca, ami idénre lezárult, így úgy az országos vezetés, mint mindenki megnyugodhatott, hisz legitim választott vezetők állnak az ügyvédség élet. Az ügyvédi kamarát veszteség is érte az elmúlt két esztendőben. Korábbi elnökük, aki 41 évig volt a megyei kamara elnöke, Józsa Domonkos meghalt, és több kollégát is gyászoltak. Viszont sok a fiatal tehetséges kolléga, akik aktív tagjai a kamarának. Én úgy gondolom, hogy az ügyvédség nagy kihívás előtt állt, áll, és a jövőben is az lesz. Gondolok itt erre a jogszabály dömpingre, amely nyomja a szakmai munkát. Rengeteg feladatunk van az ügyvédek felkészítésére ben arban, hogy minél hamarabb magáévá tudja tenni a jogszabályi változásokat. Itt mindenképp meg kell említenem a törvényszék segítségét, nagyon jó a kapcsolatunk elnök úrral, lehetőséget biztosít arra, hogy minden olyan képzésen, amit a bírák is megkapnak az új jogszabályokból, ügyvédeink, ha kívánnak, részt vehessenek rajta. Az elmúlt idő azt bizonyítja, hogy egyre többen veszik igénybe ezt a nemes gesztust. Beszámolót tartott a megyei közgyűlésen, a megyei kamara úgymond pénzügyminisztere, a kamaratitkára is. Örömmel jelentem, hogy a kamaránk gazdálkodása nagyszerű, kiegyensúlyozott példás, ugyanis minden évben nyereséggel zárunk, és nagyon-nagyon megfogunk minden fillért. Idén júniusban lejár a nyakunkon levő devizahitel, és onnantól kezdve már ezt nem kell nyögnünk, idén is pozitív a tervezünk. Köszönjük figyelmüket, talózóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hajt viszontlátásra.